alatt álltak, illetve állnak. A diktatúra ellen tett és a szabadságért küzdő politikai ellenállók elmúlt években tapasztalható üldözése hazánkban elképesztő méreteket öltött. Sokszor kohol bizonyítékok alapján vontak és vonnak máig is eljárások alá olyan személyeket, akiknek egyetlen bűnük az volt, hogy a hatalmi önkénnyel szembeszegülve álltak ki a nemzet szabadságáért, vagy védték és képviselték az állam által magukra hagyott, kiszolgáltatott embereket. A bíróság ilyen koncepciós eljárásokat indított többet Szima Judittal szemben, a tetrekész magyar rendőr szakszervezet vezetője ellen szókimondásáért, és ilyen keretben folytat több mint egy éve eljárást Budázi György és társai ellen, továbbá a MOLT Magyar Gárda mozgalom tagjai ellen is. Szima Judit szakszervezeti vezetőt azért ítélte első fokon súlyos pénzbüntetésen kívül lefokozásra a bíróság bújtogatás vétsége miatt, mert a hatályos jogszabályokban biztosított szakszervezeti jogosítványt gyakorolva szót emelt a nemzetellenes politikai hatalmat elvtelenül kiszolgáló korrupt rendőri vezetőkkel szemben. Azon rendvezetőkkel szemben, akik mai napig székeikben ülve a rendőri állomány fegyelmét és rendeltetésszerű működését veszélyeztetik, akik a rendőri állományt kizsigerelik és teszik lehetetlenné a hivatali eskünek megfelelő közrendvédelmi feladatok ellátását a magyar rendőrök részére. Nincs még egy olyan ország Európában, ahol ilyet merének tenni egy tisztességesen eljáró szakszervezeti vezetővel szemben. Amennyiben ez így folyik, a szakszervezeti képviselet lehetetlenül az országban. A Hunnia mozgalom tagjaival szemben számos koholt bizonyíték alapján indult büntetőjárás folyik. Budázi György ellen 2002 óta 13 szabásértés és büntetőjárás indult csak azért, mert következetesen kiállt a nemzet szabadságáért, szembeszállt a hatalmi önkénnyel. A nyomozás során hatóságok odáig is elmentek, hogy a büntetőjárási törvények megsértésére szereztek be bizonyítékokat. Emlékszünk azokra a robbantásos felvételekre, amelyet a Magyar Igazságügyi Minisztériumnak történetek legmélyebb repülését bemutató Draskovics Tibor produkált és mutatott be, majd kiderült róla, hogy hamisítvány. A magyar gárda elleni eljárásokat is, ha megnézzük, 4200 oldalnál tartanak a koncepciós eljárás iratai, és nyilvánvaló cél az, hogy Vona Gábort, a Jobbik elnökét, illetve Kis Róbertet, a nemrég alakult Magyar Nemzeti Gázmozgalom főkapitányát levadásszák. Rajtuk kívül több mint fél ezer tisztességes gárdista ellen folynak koncepciós eljárások, amelyek többségében ugyan a jogvédők sikerrel jártak, de mégis elfogadhatatlan az, hogy az 50-es éveket idéző korszak mai napig is fennálljon, és amíg nem történik szakítás ezekkel az eljárásokkal, amíg nem szüntetik meg ezeket az eljárásokat, addig nem lehet komolyan venni, hogy ebben az országban változás volt. Köszönöm, várom válaszát. Szabadságot a politikai foglyoknak! Megadom a szót Kovács Tamás legfőbb ügyész úrnak. Köszönöm, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. A képviselő úr által említett szakszervezeti vezető elleni eljárás, amint ön is említette, bírósági szakban van. Erről az ügyről a büntetőeljárási törvény értelmében az ügyész nem, hanem kizárólag csak a bíróság adhat tájékoztatást. A képviselő úr által említett egyéb ügyek is mind folyamatban lévő ügyek. Az Alkotmánybíróság 3/2004 számú határozata értelmében ilyen esetekben a legfőbb ügyész interpellációt válaszának tartalmi korlátját képezi az, hogy a válaszban közölt információ nem veszélyeztetheti az ügyészség alkotmányos feladatainak ellátását, nevezetesen az eljárás sikerét. Mindenre és arra is tekintettel, hogy a szóban forgó ügyek közül kettőben képviselő úr védőként jár el, csak viszonylag szűkszavú választ adhatok. A Hunnia mozgalom tagjaival kapcsolatban képviselő úr által megnevezett személy tekintetében bűnszervezet vezetőjeként elkövetett terrorcselekmény büntetés és más bűncselekmények büntetőjárás ennek a ténybeli alapját azt képezi, hogy megalapozottan gyanúsíthatók azzal, hogy egyes politikusok lakhelyei, társadalmi szervezetek irodái ellen molotov koktélos, illetve lőfegyveres támadást intéztek. Az egyébként befejezés előtt álló nyomozás egyértelműnek tűnő bizonyítékokat tárt fel az elkövetői kör cselekvőségére. A képviselő úr által hivatkozott és a médiában bemutatott, én is idézőjelben mondom, robbantásnak az ügyészségi nyomozáshoz semmi köze nincs, azt az ügyészség bizonyítékként soha nem is kívánta felhasználni. A magyar gárda kapcsán folyamatban lévő eljárások közül az egyik megindítására hatósági rendelkezés elleni izgatás, büntetés, egyesülési joggal visszaélés vétsége miatt került sor. Ez a nyomozás már befejeződött, az ügy jelenleg az ügyészi szakban van, a vádemelés kérdésében történő állásfoglalás véget.
A másik ügyben Vona Gábor országgyűlési képviselő úr ellen még a választás, illetve a jelölési eljárás előtt egyesülési joggal vissza és védségi miatt indított nyomozást a rendőrség. Azt követően, hogy egyéni képviselőjelöltként Vona Gábor urat nyilvántartásba vették, érdemi nyomozási cselekményt már nem végeztek, de formálisan a nyomozás felfüggesztésére valóban nem került sor, ezért az illetékes főügyészt ennek a mulasztásnak a kivizsgálására már utasítottam. Az iratokat egyébként a Pest megyei rendőrfőkapitányság 2010. május 10-én áttette a központi nyomozó főügyészséghez, a központi nyomozó főügyészség pedig azonnal május 14-én kelt határozatával Vona képviselő úr vonatkozásában a nyomozást azonnal felfüggesztetve, illetve megkezdte az ügy ténybeli és jogi alapjainak a vizsgálatát. Azt viszont határozottan vissza kell utasítanom, hogy az ügyészség politikai megrendeléseket teljesít. Az ügyészség senki ellen nem kezdeményez politikai meggyőződése miatt, és sem a gárdistákkal, sem más emberekkel szemben nem folytat megtorló eljárásokat, viszont a jogállami követelményeknek megfelelően mindenkivel szemben következetesen érvényesíti a hatályos törvényi rendelkezéseket. Kérem a válaszom elfogadását. Megkérdezem képviselő urat, elfogadja-e a választ? Tisztelt elnök úr, egyetétek Pölcsös Sándor képviselőtársammal, ezen nincs mit tapsolni ezen a válaszon. A legfőbb ügyész úr tökéletesen bebizonyította alkalmatlanságát, hogy jogállami követelményeknek megfelelő módon képtelen az ügyészséget irányítani és vezetni, hiszen ilyen nyilvánvaló, napnál világosabb koncepciális eljárások folyamatban tartása egy ilyen változás után, amikor a magyar emberek kiváltották, hogy változtatni akarnak, véget akarnak vetni a gyurcsányi bajnai diktatúra korszakával, aminek sajnos még néhány tagja még mindig itt ül a parlamentben. Én úgy gondolom, hogy ez a válasz elfogadhatatlan, és hogyha ráadásul azt is megnézzük, hogy végre ügyész úr legalább elismerte azt, hogy nem függesztették fel egy botrány. Botrány történt, 4200 oldalnyi nyomozati anyagot nyomoztak le a Gárda ügyben, úgy, hogy Vona Gáborral szembeni eljárás nem függesztették föl. Tudja, ügyész úr, ez bűncselekmény, amiatt feljelentést tettem, természetesen ezt is elutasították, mint minden más jogorvoslati kérelmemet, de az a kérésem így a Fidesz többséghez, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy egy tisztességes legfőbb ügyész legyen az országnak. Köszönöm, a választ nem fogadom el. Kérdezem az országgyűlést, elfogadja-e a választ? Felhívom a teremben tartózkodók figyelmét, hogy a házszabály értelmében a tetszésnyilvánításnak lehetősége nincsen. Kérem az országgyűlést tehát szavazzon, elfogadja a választ. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a legfőbb ügyész válaszát 186 igen, 44 nem és 11 tartózkodó szavazattal elfogadta. Tisztelt országgyűlés, én a monitoron lévő adatomat olvastam föl. Kérem törölni az eredményt. Tisztelt országgyűlés, új szavazást kérek. Én elolvastam az itt látható adatot dokumentáltan. Ennek alapján mondtam ki a határozatot. A határozat azt mondja ki, hogy az országgyűlés a legfőbb ügyészi választ elfogadta. Tisztelt országgyűlés, az azonnali kérdések tárgyalása előtt 2 perc technikai szünetet rendelek el. Én jót olvastam. Jót olvastam. Nem szavaztak, hogy jött volna. Arról én nem tudom. Azért. Elfogadták. Jó, mert. Ez hány perc lesz? Hát 2-3 perc múlva megkérem, hogy menjenek a perc.
Tisztelt képviselőtársaim, megkérem azokat, akik halaszthatatlan közfeladataik ellátása miatt nem tudnak részt venni az országgyűlés további ülésén, legyenek szívesek elhagyni az üléstermet. És kérem, hogy benti beszélgetéssel ne zavarják az ülés megkezdését. Megkérem a tisztelt képviselőtársakat, hogy a patkóból is legyenek szívesek távozni. Tukacs István, az MSZ képviselője kérdést kíván föltenni a nemzetgazdasági miniszterhez. Kér-e valaki bocsánatot címmel? A miniszter úr halaszthatatlan közfeladata ellátása miatt válaszadásra Cséphalvai Zoltán államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem a képviselő urat, hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy a miniszter úrtól személyesen kéri a választ? Elfogadom a válaszadó személyét, elnök úr, köszönöm. Képviselő úr, önt illeti meg a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Mai ülésünkön már esett szó az elmúlt napok eseményeiről, esett szó arról, hogy Kósa és Szijjártó képviselőtársaink nyilatkozatai előbb csütörtökön, majd pénteken lökték mélybe a forintot. Ez nem csak azoknak jelentett elképesztő változást az eddigi stabilitáshoz képest, akik mondjuk kisebb befektetéseiket a tőzsdén próbálják meg valamilyen módon fialtatni, hanem annak a 800 ezer családnak és annak a 1,5 millió embernek, akik hiteleiket devizában vették fel. Sokan vannak közöttük olyanok, akiknek törlesztő részlete esedékes volt, és elszámolása pedig napi. Ezek a családok és ezek az emberek eddig is árgus szemmel figyelték a forint stabilitását más devizákhoz képest. Szorongva figyelték, hogyha valamilyen változás volt ebben a tekintetben. Megnyugodtak akkor, amikor azt látták, hogy kiszámítható az árfolyam, és kíváncsian figyelték azt, hogy vajon történik-e valami azok esetében, akik a hiteleiket nem tudják visszafizetni. Ez az elmúlt néhány nap azonban arra kényszerítette őket, hogy valamit megfizessenek, hogyha törleszteni kellett. Vagy megfizessenek két szakmailag nem hozzáértő dilettáns nyilatkozatot és ennek az árát, vagy megfizessenek egy olyan kommunikációs akciót, ami semmi egyébre nem szolgál, mint arra, hogy a Fidesz kihátráljon a választási ígéreteiből. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet számukra méltatlan. Ezért a kérdés nem csak úgy vetődik fel, hogy mi lesz az ő helyzetük a továbbiakban, mert mindannyian tudjuk, hogy akkor lesz a helyzetük jó, hogyha stabil és alacsony devizárfolyamok vannak. A kérdésem azonban úgy szól, hogy mondja-e valaki ezeknek az embereknek az elmúlt napok után, hölgyeim, uraim, családok, bocsánat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Megadom a szót Cséphalvai Zoltán államtitkár úrnak. Remélem hallható. Igen, a szünetre készültem, csak azért, mert a részleteivel hozzá. Értem aggódalmát egyébként a képviselő úrnak a devizahitelesek ügyével, és szeretném megnyugtatni, hogy a kormány azon dolgozik, hogy a